Az igazsággyőzött így reagált a Jobbik az Alkotmánybíróságnak annak a döntésére, amelyben az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette a választási regisztráció kiterjesztését. A Jobbik szerint minden ellenzéki párt ezt a döntést várta. Az Alkotmánybíróság a mai napon kimondta az igazságot, és a Fidesz reakciójából úgy tűnik, hogy ez győzni is fog. És a stúdióban már Volner János, a Jobbik alelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az Alkotmánybírósággal kezdjünk, vagy a Szigethalmival? Ahogy önnek tetszik. Jó, dramaturgiailag a Szigethalmival kéne kezdeni, mert utána mi végig a regisztrációról beszéljünk, kezdjünk Szigethalommal. Miért kívánnak önök demonstrálni, és miért kezelik ezt a témát külön, mint bármely más hasonló durva bűnesetet Magyarországon? Én azt gondolom, hogy ezek a bűnesetek jóformán már egymásba érnek, egy új bűnözési hullám vette kezdetét. Látható a bűnügyi statisztikák jelentős romlása az elmúlt időszakban. A súlyos életellenes bűncselekményeknél is fokozódás figyelhető meg, ami ellen a kormány statisztikák manipulációjával próbál védekezni. Látható az, hogy ebben az esetben is nem történt egyéb, mint hogy cigány fiatalok bementek egy szórakozóhelyre, és ott aztán egy késelésbe torkollott az ő jelenlétük, az ő részükről megint csak egy erőszakos cselekménybehez vezetett ez az egész állapot. Én azt gondolom, hogy ez ellen fel kell lépni, tenni kell valamit, nem csak nekünk kéne egyébként, hanem a törvény erejével fogva magának a kormánynak is föl kellene lépni. Gondoskodni kéne például arról, hogy a bűnözést kiváltó okokat, azt a féktelen megélhetési gyermekszülési hullámot, ami most jellemzi ezt a közösséget jelentős részben megszüntesse. Megint sikerül belecsúszni a cigányozásba a Jobbiknak. Megint cigány fiatalok mentek. Én most arról beszélek, ami történt. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy ebben az esetben is, mint ahogy egyébként ezeknek az eseteknek a 91%-ában tudni lehet azt, hogy ha késelés történik egy szórakozó helyen vagy bárhol, akkor az jellemzően, azok jellemzően cigányok. De, Volner úr, én nem gyűjtöttem most ki a statisztikákat. Tudja, hogy hány nem cigány késelt? Most egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy a halat próbálja úszni tanítani. Én magam rendőr voltam éveken keresztül, én magam is láttam, nem egy késelés helyszínén jártam. Az emberek is tisztában vannak ezzel a magyar hétköznapokban. Én magam is azt láttam, a saját tapasztalataim is azt mutatják, hogy ezekben a késelésekben alapvetően a cigányok szoktak részt venni. Nagyon-nagyon ritka az, amikor magyar fiatalok részvételével zajlik, vagy magyarok az elkövetők. Mi tehát azt szeretnénk, hogyha ebben az esetben maga a kormány a megélhetési gyermekszülést próbálná megszüntetni, ugyanis a cigánybűnözés bővített újratermelése zajlik jelenleg, hiszen azokban a családokban, ahol nem csak nem tudnak, de nem is akarnak dolgozni, ott a legnagyobb a gyermekszám. Arra szeretném figyelmeztetni, hogy kormánypárt és ellenzéki képviselők is azt mondták, hogy nem elegáns, hogy ebből ezt kerekítik ki, és finoman fogalmaztak, ezt hozzá is tették. Na most az ő eleganciájuk vezetett odáig, hogy az elmúlt 22 évben ez a probléma csak súlyosbodott. Én azt gondolom, hogy itt nem elegáns megoldásokra, hanem hatékony megoldásokra kell törekedni. Az eleganciát azt mindenki a saját értékrendje szerint értelmezi, és nyilvánvalóan a szerint próbálja besorolni. Lépjünk túl az ügyön egyelőre, bár szerintem az elkövetkező tehetek sajnos erről fognak szólni. Az Alkotmánybíróság az átmeneti rendelkezéseket hatályon kívül helyezte, és több pontját alkotmányellenesnek ítélte. Önök ezt úgy interpretálták, hogy kimondta az igazságot az Alkotmánybíróság. Mire gondolnak? Hát arra gondolunk konkrétan, hogy van valóban különbség a között, hogy egy határon túlélő magyarországi lakóhellyel nem rendelkező embernek regisztrálnia kell, és ehhez képest nem kell regisztrálnia a kormánypártok korábbi állításával ellentétben egy magyarországi lakóhelyen rendelkező, itt élő magyar állampolgárnak. Ez tehát egy olyan kettősség volt, amelyben nyilvánvaló volt, hogy az Alkotmánybíróság véleménye mi lesz ebben a kérdésben, még úgy is egyébként, hogy a kormány azért igyekezett a saját delegáltjaival eldönteni az Alkotmánybíróságon belüli álláspontot. Hát igen, ez a külön vélemény, ez gyakorlatilag azért történt, mert a kormánypárt bejuttatta az Alkotmánybíróságba a saját volt országgyűlési képviselőit. Bóber Soszki, nézze meg a tényeket, ezt nem én találom. Én olvastam az Alkotmánybíróság ítéletét, azért néhány ponton, és nem volt egyértelmű, hogy ugye tartalmi kérdések vizsgáltanak, mindig veszélyes az Alkotmánybíróságot citálni, mert nehéz jogi szöveg, de azért ebből egyértelműen kitűnik, hogy nem feltétlenül volt elvetendőnek tekinthető az eszköz, csak a különbségtételt tartották indokolatlannak.
magyar és magyar szavazó se hát jogosult. A végeredménye az, hogy mégiscsak elvetendőnek gondolta az Alkotmánybíróság, és hogyha megnézi, a jelenlegi kormánypártok, a Fidesz-KDNP nagyon sokat tett azért, hogy az Alkotmánybíróságon belül is a saját volt országgyűlési képviselői pártkatonái üljenek. Én azt gondolom, hogy önmagában is egyébként egy rendkívül visszás folyamat az, hogy egy elvileg függetlenséget igénylő intézménybe valaki a saját pártembereit juttatja. Én azt gondolom, hogy ez az, ami igazán elegáns. De ez elegáns. A testület mégis elmeszelte egyébként. Mert még nincsenek többségben a volt országgyűlési képviselői. Tudom, ez is egy furcsa logika, hogy a diktatúra végül is úgy működik, hogy nem használ eszközöket, de azért ez mégiscsak a politikai PR alelnök úr, nem? A valóság az, hogy ez a testület mégiscsak az államfő kérésére ezt a csomagot elkaszálta. Azért kaszálta el, mert egyelőre még nincs többsége, még egyszer mondom, az Alkotmánybíróságon belül a volt fideszes országgyűlési képviselőknek. Hogyha így megy tovább, én azt gondolom, hogy az idő előre haladtával ez a helyzet nagyon könnyen változhat. Láthatóan a kormánypártok kezét ilyen módon az elegancia lerombolásában nem gyakorolja. Volner János, a Jobbik alelnöke volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta meg. Én is köszönöm önnek.